Az ortodox egyház előírásaival összhangban a nagypénteki hajnali istentiszteletet csütörtök este szokás tartani. Nagypénteken ugyanis nincsen liturgia, hanem nagypénteki órák, melyek során a Krisztus szenvedését elbeszélő evangéliumokat olvassák, de minden órához járul egy ószövetségi profécia az ember megváltásával kapcsolatban, és egy-egy részlet Pál apostol leveleiből az ember üdvösségéről, Krisztus szenvedése által. A pravoszláv templomokban nagypénteken nem is harangoznak.